Tudjátok, vannak dolgok, amikkel nem lehet betelni. Fogadjátok sok szeretettel a második felvonást. Igen. Laci, mit hallunk? Bocsánat, most tőle. Milyen érzés behálózni a másikat? Már milyen értelemben? Szerelmi értelemben. Behálózni? Tök jó érzés. És akit be lehet hálózni, hát akkor azt hálózzák be. De van olyan, aki nem hiszi el a behálózást, és van olyan is, amikor igazából szerelmet vallunk valakinek, és az a valaki nem hiszi el, na, akkor ilyenkor mit lehet csinálni, hogyha azt mondja, hogy hát, te most becsapsz hülyének nézel, és nem tudom, mit csinálsz, holott a többi nő nézi hülyének, tehát na mindegy. Ez a műsor talán egyik legjobban nézett műsor. Hát így van. Azt mondom nektek, hogy learadtuk a pármát. Mit szólsz ahhoz, hogy Pévio lett a Káolaci, bár te is itt voltál ugye közöttünk. És 10 000-es nézettségünk van, ha összeszámoljuk a YouTube-on, pedig csak 3 darab van fent. És ott csináljuk ugye egy hatalmas nagy boxedzést, hiszen Lacinak boxterme van, és szeretettel várjuk. Illetve mit is van, bocsánat. Mi van? Hol van? Hol lehet téged megtalálni, ahová menjek edzeni, mondjuk én? Pitbull Gym. Ugye mai napon ugye Romeónak megjelent, illetve tegnap nem tudom, hogy milyen újságban, ugye, hogy vele van Szábó Csibi. Azt mondtam erre, hogy gyorsan megmostom a hajam, ugye jöttem élő live-ba. Nem csak vele van Szábó Csibi, velünk is itt van, bár én bennem él, ugye, és benned is. Ez így van. Következik ugye Julia, és szeretnék bejelenteni nektek valamit, hiszen Ibike Blue-t ugye divának avattam, és most pedig én, mint királynő, tehát Budapest Európa Televízió királynője, engedjétek meg, hogy Juliát is divámá avathassam, hiszen ebben a műsorban még ő is megérdemli azt, igen, hogy ő egy gyönyörű szép divám legyen, a kis divám, a Hibikém az a nagy divám, te pedig a kis divám. Köszönöm szépen, ezt most nagyon megleptél. Jó, és mit szólsz ahhoz, hogyha most divámnak választanak téged is? Hát ezt megköszönöm. Tehát akkor szeretném ugye Mercikét szintén divává avatni. Köszönöm, Mercike! Én is. Köszönöm. És hát ebben a műsorban ugye bármikor bejön egy sztárvendég. Fogadjátok szeretettel Ibike Blue-t, aki egy kicsit megpörgíti, megperget minket, tehát következik a drága divánk. Fogadjátok szeretettel. Akkor azt mondom, hogy én királynő, és ott pedig a 3 divám, és itt pedig a hercegnőt szeretném megmutatni nektek, hiszen beállt hercegnőnek szeretném avatni. Mégpedig azért, mert én szerintem a Diana hercegnőre ugye hasonlítasz. Én azt mondtam, hogy nézzétek meg Beát, és fogadjátok szeretetten, és én ő benne mindig azt látom, hogy Diana hercegnőt látom. Hát köszönöm szépen, és hogy ő mondaná, thank you very much. És jól megtáncoltattam a cigánylányokat. Nagyon szépen köszönöm, roma lányok. Köszönöm szépen. Hát most ugye nagyon sokat pihent a Julia, most ő következik. Gyere! Gyere, te roma lány! Add elő magad!